Közös miniszterelnök jelöltel, közös egyéni jelöltekkel és közös programmal készülnek a 2022-es választásra az ellenzéki szövetség pártjai, a DK, a Jobbik, az MSZP, a Momentum, az LMP és a Párbeszéd. Azt ígérik, legkésőbb 2021. október 23-ára meg lesznek a közös jelöltek. Vendégünk Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társelnöke, jó estét kívánok! Jó estét! Ma valami olyan történt ezen az ellenzéki egyeztetésen, ami áttörésszerű? Tehát ugye nem nagyon szoktak egy egyeztetés után megszólalni róla, sőt ideig pont azt mondták, hogy ezek zajlanak, de nem beszélünk a részletekről. Most pedig történt valami, kiálltak és mondani valójuk volt. Pontosabban tegnap, ez volt a harmadik közös egyeztetésünk. Mindegyik után adtunk ki közleményt. Tehát igen, szűkszavú volt. Igen, most se vagyunk sokkal bővebbek, de az biztos, hogy történt előrelépés, például az, hogy közös miniszterelnök jelölttel is állunk ki. Az első alkalommal ugye meghatároztuk azt, hogy a 106 egyéni körzetben egy embert kívánunk indítani a Fidesszel szemben, ebben összefogunk. A második alkalom után jeleztük, hogy közös programalkotásba kezdünk, ami egy bonyolult, hosszadalmas feladat, de elengedhetetlen. A jövő Magyarországának és az új köztársaságnak az alapjait letesszük. És a harmadik az most volt, amikor is abban is megállapodtunk, hogy legkésőbb 2021. október 23-áig nem csak a közös jelöltekkel, de közös miniszterelnökkel is a nép elé fogunk állni. Ez nem jelenti azt, hogy 23-áig, jövő év 23-áig várni kell. Véleményem szerint, és úgy alakulnak most, én úgy látom a folyamatok, hogy sokkal hamarabb lesz akár előválasztás az egyéni választókörzetekben is. Elében ment, ezt akartam kérdezni, hogy ez a nagy megállapodás, ez most azt is jelenti, hogy akkor az asztalnál megpróbálják eldönteni, hogy ki legyen a jelölt egy-egy választókerületben, vagy minden úgy maradt, hogy volt korábban, hogyha nem teljesen egyértelmű, hogy kinek kell ott indulnia, akkor jöhet az előválasztás. Szerintem előválasztás. Most afelé megyünk, hogy a legtöbb helyen, akár a 106 körzetben is legyen előválasztás. Tehát ott is, ahol most regnáló ahol egyéni képviselő van? Akkor most önnel egy olyan ül szemben, ez aki egyéniben győztes vagyok a 18. kerületben, állok az előválasztás elé. Természetesen, hogyha így döntenek a pártok, hogy mindenhol van előválasztás, akkor mindenhol legyen előválasztás. Korábban pont az MSZP volt az, amelyik azt mondta, hogy ha valahol már van egy egyéni győztes a korábbi ebben az választásból, akkor most igen, nem kell újra ebben az kezdeni. MSZP és a DK azon az állásponton volt, hogy ezek a jelöltek már úgymond megmérettődtek. Tehát nekik már arra kell koncentrálni, hogy újra válasszák őket, de ez nálunk nem olyan akkora sarkalatos pont a tárgyalóasztalnál, hogy ebbe eltörjünk, ha azt mondják a többiek, és mi az előválasztás pártján legalább annyira állunk, mint a korábban, hogy maradjanak azok ott jelöltek, akiket már egyszer megválasztottak, hiszen ők már bizonyítottak, de az előválasztás számunkra is sokkal fontosabb, hiszen ennek nagyon sok pozitív hozadéka van, lényegében maga a kampány is számunkra a következő 21-es évben. Ami előválasztás eddig volt, azt a civilek szervezték, ugye a budapesti igen emlékezetes. Ez most így lesz 22-ben is, a civilekre bízzák az előválasztások szervezését? A civilekre is nagyon számítunk, de alapvetően egy kicsit az egészet a pártokhoz közelebb húznánk, tehát a pártok lesznek azok, akik ennek a szabályrendszerét is megalkotják. Természetesen a civileket is bevonjuk, és mindenben számítunk rájuk, és együtt fogunk működni, és ezek a tárgyalások lassan-lassan el is fognak kezdődni már, hanem kezdődtek el, de egy picit most a 6 párt az sokkal inkább magához húzza ezt a dolgot, de nem csak az előválasztás kapcsán szeretnénk a civilekkel együttműködni és a program kapcsán, hanem civil jelölteket is szívesen látunk a sorainkban, ebben is megállapodott a 6 párt. Ha csak hogy konkrét legyek, vagy hogy mit jelent ez, ha azt tetszik kérdezni, akkor mondjuk valaki mondjuk indul valahol, egy körzetben, egy főorvos nem akar belépni az MSZP-be, de azt mondja, hogy ő baloldali ember, és ő szeretne, hogy a nap végén pártot kell, tehát frakciót kell választani. Ilyenné csinálta a Fidesz a törvényeket. Tehát egy civilnek is a nap végén meg kell mondani, hogyha nyer, mint közös jelölt, de hova civil és nem pártagként indul, hova ül be. Ugyanis nem lehet azt eljátszani, ha közös listára megyünk a nap végén, és ez még a jövő zenéje, de ebben is nagyon optimista vagyok, és a közös miniszterelnök jelöltbe való megállapodás nagyon afelé visz bennünket, hogy tényleg teljes népfrontos együttműködés lesz. Visszatérve a civil jelöltekre, azt nem lehet megengedni, az luxus egy ilyen választójogi környezetben, egy ennyire 30 év óta a legkiélezettebb versenyben, hogy ne a közös listára menjenek a töredékek,
töredékszavazatok, hanem hogy elmenjen tőlünk töredékszavazatok. Tűnt, akkor egy civil jelölt kegyeiért rendesen fognak harcolni a pártok. Igen, de a civileknek is viszont az a felelősségük megvan, hogy a választásokon pártok indulhatnak, nem civil szervezetek, ezek adottságok. Itt nem arról van szó, hogy a politika csúnya módon ki akarja sajátítani ezt a választást, hanem arról van szó, hogy egyszerűen van egy olyan környezet, politikai környezet, pártpolitikai környezet, egy olyan választójogi törvény, amit még most az Gránit Szilárdságú Alaptörvény 9. módosítása mellett, itt a Covid kellős közepén, mi ismételten módosított a Fidesz, tehát meg kell értenie mindenkinek, hogy közös a harcunk mindenkivel, szakszervezetekkel, civilekkel, pártokkal, de azt a feltételrendszert, amiben mozognunk kell, a versenypályát nem mi határoztuk meg, de mindent megtettünk annak érdekében, hogy úgy alkalmazkodjunk, hogy a végén nyerjünk. Ez 6 párt megállapodása. Vannak még mások is a pályán. Nem tudom, mi a szándéka, honnan tudnám a két farkú kutyának. De lehet tudni például, hogy Szanyi Tibor iszomja, el akar indulni. Lehet hallani Pálinkás József új kezdeményezéséről, amelyik szintén indulni szeretne. Nyitott ez a megállapodás még más pártokra, más jelentkezőkre, vagy lezárult a pártok közti egyeztetés? Én úgy fogalmaznék, hogy ezt a helyzetet, hogy a 6 párton kívül még kik azok, akik ebbe beszeretnének lépni, szerintem az előválasztás rendezni fogja. Világosan látni kell, hogy itt lesznek olyan, hogy is fogalmazzak, trollok, akik majd beszállnak az előválasztás feltételeinek a megteremtésébe, megállapodásba, de ők nekik nem az lesz. Most kire gondoltunk? Nem az lesz a céljuk, a választók, én szerintem ez bőven el. Pálinkás József szándékai a trollkodás szándékai? Őt nyilván szerint? Nem tartom ebbe a kategóriába, végig mehetünk az összes párton, meg még akik majd eddig jönni fognak. Hát azokról nem tudunk. A Fidesz azért fog segíteni abba, hogy. Belki Krisztiánról már tudunk. Megjelen, na hát, aztán. Na, szóval, bár most megfogott, mert majdnem kimondtam valamit, de nem illendő. Meg egyébként ő is egy állampolgár Magyarországon, őt is el tud indulni, mint anno Puzsér Róbert is, és a nap végén Puzsér Róbertnek több százaléka lett volna szerintem, és nem csak 4% Budapesten, hogyha korrekten végigcsinálja az előválasztást, és nem sütött volna égbe kiáltóan róla, hogy csak azért csinálja, hogy Karácsony Gergőtől elvegye ezt a lehetőséget. Hát őt már nem kell, mert hogy ő már nem elvegye. Mindegy, csak mondtam valamit, lesznek olyanok, akik ezekkel megpróbálnak visszaélni. Naivitásból, vagy azért, mert a Fidesz bérencei. És lesznek olyanok, akik jó hiszeműen elindulnak, de az előválasztáson, ha nem sikerül nekik előrébb jutni, vagy nem mellettük döntenek, akkor be fogják tartani a szabályokat. Jó, tehát ha jól értem, akkor azt mondja, hogy ez az asztal több pártot nem bír el. Hát így is elég sok ez a 6. És azt kell mondjam önnek, hogy a rendszerváltás óta hát egy történelmi helyzetre készül ez a 6 párt azzal, hogy megpróbál egy szövetséget kötni, megpróbál egymás érdekeire tekintettel lenni, egymás személyiségére. Ezt hogy is fogalmazzam meg? Most a legutolsó, ez a vasárnapi találkozó volt az összes közül az első olyan, ahol én azt éreztem, hogy emberileg is nagyon sokat közeledtek egymáshoz a pártvezetők. Hogy őszintén elmondták a vajudásaikat, a vívódásaikat. Azt látni kell, és a politika logikájából nem lehet kikapcsolni az egyéni párt érdekeket. Aki ezt akarja, az a nap végén nem érti a politika logikáját, és nem érti a politika természetét. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy van egy közös érdek, és hogy csak azok tudnak igazából jól együttműködni, akik méltányosak egymás egyéni érdekeivel szemben is. Ez a játékelméletnek az alapja. Ha méltányosak vagyunk egymással, akkor a nap végén közösen sokkal nagyobbat nyerhetünk. De ehhez nekünk tisztába kell lenni, hogy akár egy DK elnöknek, vagy az MSZP-nek, vagy akár mondhatnám a Momentumot is, vagy a többieket, bárkit, hogy mik az ő egyéni körei, amit futnak ebben a belpolitikai helyzetben, és mi az, ami közös érdek. És vannak itt nem csak a pártoknak egyéni érdekei, hanem a pártokat alkotó vezetőknek is egyéni érdekei. Arra mennyire tudtak ezen a megállapodásnál? Tudtunk, és ezért volt számomra nagyon jó, hogy őszintébbek voltak. Voltak vitáink, de ezek a viták nem örremenő viták voltak, hanem figyelj ide, értsd meg, hogy nekem a pártomnak vissza kell mennem egy ilyen problémával. Előkerült például név, hogy ki lehetne a közös miniszterelnök jelölt, vagy nevek nyilván, hát inkább nevek. Én azt hiszem, hogy elég szűk az a kör, amiből ma választani lehet. Nem hülyék a választók sem, és van várakozás több személlyel kapcsolatban is. Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára neve került elő elsősorban? Én azt hiszem, hogy nem szeretnék neveket mondani, mert félrevinni azt, amit mondok, hiszen bármelyikük jöjjön ki akár győztesen ebből a versenyből később, vagy akár egy harmadik személy, akire még ma talán ön sem gondol.
az előválasztás és a nép, a választók ezt el fogják dönteni. És számunkra az fontos, és itt az MSZP álláspontját tudom mondani, hogy az, aki ebből kikerül a nap végén győztesen, annak nagyon széles a mi világunkban, a köztársaságpárti oldalban, a Jobbik jobboldali szavazóitól egészen a balliberális, liberális és szociáldemokrata, igazi baloldali emberekig bezárólag kell élveznie a társadalmi bizalmat. Ezért mondjuk mi szocialisták, hogy legalább 50%-át a bizalomnak élvezze az a miniszterelnök, és ne egy relatív többsége, 20%-kal vagy 15%-kal nem lehet egy ekkora táborból csatába indítani a Fidesz és a jobboldal egységes táborával szemben a mi jelöltünket. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is köszönöm.